Az ország minden részéről érkeztek a tudományos konferenciára, melyet immár második alkalommal hívott életre a Fejér megyei Szent György Kórház. A város életében mindig minden konferencia, szakmai tanácskozás, konzultáció fontos. A program résztvevőit Székesfehérvár polgármestere dr. Cserpalkovics András köszöntötte. Az eseményre különböző szakterületek képviselői érkeztek. Mindenképpen ez a Fehérvári Orvosnap egy olyan jó lehetőség, hogy szakmailag a betegek ellátása érdekébe fordítható ismereteket szerezhetnek mind a kórházban, mind az alapellátásban dolgozó kollégák. A belgyógyászat egyik nagy szakterülete, a hepatogastroenterológia a súlyponti témája a kitapos konferenciának. Legjobb szakemberek jöttek ide előadást tartani, egyrészt akik elmondják, hogy milyen lehetőségek vannak most a tápcsatornai betegségek gyógyítása terén a világban, és részt vesznek az előadók között a helyi szakemberek, akik viszont elmondják, hogy mit tudunk mi ehhez képest, illetve ebből itt megvalósítani ebben a kórházban. A konferencián különös jelentőségénél fogva a fókuszba a kolorektális rák problémakörét helyezték, emellett válaszokat keresnek a szakemberek a leggyakoribb heveny tápcsatornai megbetegedések és funkcionális kórképek ellátásának égető kérdéseire is. Hepatológiából a gyakorló orvos számára fontos kórkép a májcirrózis és szövődményeinek diagnosztikája és terápiája is megbeszélésre kerül a kétnapos rendezvényen.